tavalyi év civil szervezete díjat elnyerő Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület táncosai nyitották meg az idei díjátadó ünnepséget. A február 1-én ünnepelt Civilek Napja alkalmából szervezett, több mint 10 éves múlttal rendelkező díjátadó ünnepségen idén az év Tolna megyei civil szervezete elismerésben a Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete részesült. A több mint 2 évtizede aktív egyesület a családnak, mint a társadalom legkisebb, de legfontosabb egységének értékeit hangsúlyozza. Először is mi példát szerettünk volna, és szeretnénk mutatni a gyermekeinknek azzal, hogy a szabadidő hasznos eltöltésére programokat szervezünk. A közösség alakításba példát mutatni, rengeteget kirándulunk, csatlakozunk az Országos Nagycsaládos Egyesület által szervezett országos nagycsaládos találkozókhoz, vagy házasságvilágnapja, tehát amit ők szerveznek, és ezáltal az országot is megismerhetjük. A Tolna megyei civil közösség összetartó ereje is jól megmutatkozik a díjátadón, mondta Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke. Úgy értékelte, hogy folyamatosan nő a civil szervezetek száma, és az általuk megvalósított rendezvények minősége, a bevont személyek száma is növekedés mutat. Az elmúlt időszakban újabbak alakulnak, újabb települések jelentkeznek az értéktármozgalmunkba, újabb települések kérik az éves rendezvényeinken való szereplés lehetőséget, ugyan növekszenek azoknak a száma, akik szeretnének megyenapot rendezni, tehát valamilyen irányba indultunk. Én azt gondolom, ha ezt folytatjuk, akkor egyre több eredményt fogunk elérni, és az ember a legfontosabb. A civil szervezetek olyan munkát végeznek, amelyeket az állam, a hivatalos szervek nem tudnak, vagy nem akarnak ellátni. A civilekre, a döntéshozóknak is oda kell figyelniük, és támogatniuk kell őket. Emelte ki többek között Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Egy településnek, megyének, vagy akár az országnak is nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a közösségi ereje a civil szervezeteken is múlik. Úgyhogy amikor a civil szervezeteket elismerjük és támogatjuk, akkor az önmagunk életét is ismerjük el, illetve támogatjuk és tesszük könnyebbé. A Bazsonyi Arany Meccénás díjat a Kakasdi Sebestyén Lajos érdemelte ki idén. Az elhangzott méltató alapján Sebestyén Lajos korrekt, következetes és rendkívül segítőkész egyéniség. 76 évesen a mai napig aktívan dolgozik, támasza és támogatója szűkebb és tágabb környezetének. Anyagiakkal és szakmai munkájával segíti szülőfaluját és annak partnertelepüléseit is. Végül az év Tolna megyei civil szervezete külön díjat is átadták a Sárszentlőrinc Úzdért Egyesület részére. Az elmúlt 13 évben 45 közösség és 13 mecénás személy vagy szervezet kapott elismerést.